különleges sikert ért el egy különleges sportágban, az olimpia műsorán jövőre bemutatkozó sportmászásban a 15 éves Váhi Gergő. A Nógrád megyei kis faluban Szügyön élő fiatal aranyérmes lett az oroszországi Voronyezsben rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon, ráadásul úgy, hogy leiskolázta az egész mezőnyt. Stábunk a hangulatos, gyerekzsivajtól hangos Manki Bulderben kérte kamera elé az újdonsült kontinens bajnokot. Balassagyarmaton kezdtem el mászni, és ott van egy művelődési központ, ott volt egy mászófal, és pont arra jártunk, mikor egy edzés volt, és akkor kipróbáltam, és azóta mászok. Nagyon örültem, hogy Európa bajnok lettem, mivel egész évben azért edzettem, hogy ezt a versenyt megnyerhessem, és persze a többi versenyen is jó eredményem legyen. Edzője Schmidt Tamás szerint Gergő esetében nem csupán kiugró eredményről beszélhetünk, hanem az elmúlt évek tudatos, kemény munkájának megkoronázásáról. Szerencsére az elmúlt másfél évben a szövetségnél egyre több támogatást kapunk edzői szinten, hogy össze tudjuk fogni a válogatottnak a felkészítését. Ez egy hosszabb folyamatnak a végeredménye, voltak már ennek előjelei az Európa kupákon. Nagyon jól szerepelt a Gergő mind Boulderben, mind kötelesben. Ő az egyedüli, aki mind a három köteles verseny meg tudta nyerni bármelyik korosztályban idén az Európa kupa sorozatban, illetve a Boulderben is második helyezést tudott összesítettben elhozni. Gergő szerencsére korához képest nagyon érett versenyző, igen nagy motivációval rendelkezik, és alázatos, és ez elég sokat segít a mászásban, hogy felül tud vizsgálni a saját hibáidat, hogy miben kell fejlődni, mert nagyon szerteágazó sport, és nem könnyű megállapítani, hogy mi az a kis láncszem, ami hiányzik, és azért tenni. Sokkal könnyebb azt csinálni, ami tetszik, mint azt, amire szükség van. És ebben ő nagyon jó. Az ifjúsági Európa-bajnok fiú sikereiben emellett az is fontos szerepet játszik, hogy hazai terepen szintén akadnak riválisai, akik teljes erőbedobásra ösztönzik, ilyen például Tusnádi Némród vagy Radics Attila is. Mindhárom fiatalember a sportmászásra tette fel az életét, Gergő például órákat ingázik a szülőfaluja és a főváros között, hogy a legjobb körülmények között készülhessen a versenyekre. Elég sokat szoktam utazni, de általában tanulok a kocsiban. Másnapra meg kell csinálni a házikat. Gergőnek óriási szerencséje van, mert a szülei teljes erejükkel támogatják ebben, tehát való igaz, hogy ők heti akár több alkalommal is felautókáznak Pestre, hogy a Gergő tudjon edzeni. Mindemellett van Balassagyarmaton is lehetőség egy kisebb falon mászni, illetve van otthon neki egy saját kis edzőfala, amin azért elég jó minőségű edzésmunkát el lehet végezni. Ez nyilván azért az akaraton múlik főleg, tehát vannak emberek, akik jobb lehetőségekkel bírnak. Nyilván Európában azért jóval nagyobb múltja van sok országban ennek a sportnak, jóval több terem van országszerte. Itt Magyarország ebből a szempontból is vízfejű, tehát Budapesten vannak a legjobb lehetőségek edzeni, de meg lehet oldani megfelelő akarattal és alázattal elég sok mindent. A nemzetközi sikereknek köszönhetően pedig egyre nő hazánkban a sportág népszerűsége, így nagyobb felelősség hárul az újdonsült ifjúsági Európa-bajnokra is. Nagyon-nagyon sokat számít az, hogy olimpiai sportág lettünk. Nyilván nézettebb lett, ugye több adón is közvetítették, magyar kommentárral is. Ezáltal sokkal nagyobb médiát kap, ezáltal sokkal több ember is ismeri meg magát a sportot. Úgyhogy nagyon-nagyon jó irányba indult el a sport. Azt tudni kell, hogy a Gergőre egy iszonyat nehéz feladat hárul. Gyakorlatilag ő töri a többiek előtt, az utána jövők előtt az utat, így nem elég, hogy mind sportágban kell a legjobbnak lenni, hanem emellett egy nagyon nehéz teher hárul rá. Szála Istennek eddig nagyon-nagyon jól veszi, ugye egy nagyon-nagyon jó edzői háttér van mögötte. Itt klubbal tudunk nekik segíteni, talán a mi részünk a legkisebb, de hála Istennek a helyszínt tudjuk biztosítani a válogatottnak, hogy nálunk edzenek. Két hetente szokott lenni szezonban válogatott edzést. Folyamatosan biztosítjuk nekik, és bízunk benne, hogy ezt 2020-ra is lehetővé tesszük a válogatottnak. Mindezek alapján kijelenthető,
nincs semmi akadálya annak, hogy előbb-utóbb magyar sportmászókért szoríthassunk az ötkarikás játékokon. Gergőnek is az olimpiai részvétel az álma. Párizsra már gondoltam, és addig még nyílt világkupákra kéne kijutni, és ott viszonylag jó eredményeket elérni, mert ez kell a bejutáshoz.